Sziasztok, szeretett üdvözlök mindenkit az év utolsó videójában. Eltelt egy év, december 30-án szilveszter van. Ez van, szalad az idő. Na de, kanyarodjunk a témához. 18 euróit megrendeltem a Falcon 40 F1-es replikát. Kínában készült. Szakasztott ugyanúgy néz ki, mint az eredeti F1-es. Doboza is. Tényleg úgy, ahogyan Papica is bemutatta. Rajta van minden, eredeti nyelven, hotline, telefonszám, minden egyéb apróság. Csak ugye az a problematika, hogy ez kínai cucc. Tokia teljesen megegyezik az eredetivel, míg a felirat is. Tokból kivéve a kést. Jobból kivéve a kés, az így néz ki. Rá van írva, hogy VG10 laminát. Amivel szemben nekem van némi jellegű kétségem. Pengéje, az éleje szalagos. De mint tudjuk, ez is egy skandinávia típus lenne. Penge vastagság olyan 3,5-4 mm, inkább 3. Markolat a gumi. Na most annyi különbség van az eredetivel, meg a kínai replikával szemben, és között, hogy az eredetinek az a lyukszegecsvég rendesen el van dolgozva. Én mikor ezt megkaptam, akkor ez kibe járkált. Muszáj voltam kicsit átalakítani. Muszáj voltam helyre tenni a szegecset. Ez is mutatja, Kínában készült a termék. Fogása kényelmes. A gumírozott markolat normál kézbe is, kesztyű nélkül szépen gyönyörűen tud felfeküdni. És nem mondom azt, hogy hát nem is az a vastag, nem is az a vékony markolata van. Kényelmesen fel tud feküdni a hüvely kújjad a penge hátra. Ezáltal jól fogod tudni majd irányítani az ilyen pengét. Tesztvideóm célja az, hogy bemutassam mégis mit tud ez. Nem akarom nagyon megkínozni. Papicamán ezt megtette helyettem. Itt most nem a tönkretétel a cél, hanem azt, hogy bemutassam nektek ebbe a jószeres időbe, hogy mégis mit lehet ezzel csinálni. Próbáljunk meg galjazni vele egy kicsikét. Egy jó kis száraz fa. Ezt itt levág. Kaparóér van rajta. Tessék, lehet látni. Na de próbáljunk egy tollaságot szerkeszteni vele. Érezhetően ez egy viszonylag száraznak mondható fenyén.
vagy csúszik a kezemből, de... Lehet látni, ez nem egy korhat fa volt. Érezhetően jó beleharap. Nyás faragás, azért szerintem nyás is megvett ezzel szépen gyönyörűen faragni. Lehet látni, hogy ez még egy épp egészséges fenyő. Így kés nem veszel ki fából. Mondjuk ez nyers gyantásfa. Sibírja, bazd. Fenyőgyantát is szerintem ki tudsz majd bogarászni. Hát kicsit feszegettem a pengét. Ja, nem mondtam, mert törővég van rajta. Ennyi próbálták valami madárfejesre kihozni, ami jó. Stabilan áll a kézön, hogy csapol, csak nem kezdjük kézzel. Tehát na, összességében 23 euró, mert 18 euróba került a kés. 5 euró volt rá az adó. Ennyi, szerintem ez a kés megéri az árát. Nem mindegy, hogy kiad 140 eurót, vagy 117 eurót egy F1-ért, vagy kiadok 23 eurót egy kínai F1-ért, ami feelingben ugyanaz hozza, teljesítményben valószínűleg, de azért megmerem kockáztatni, hogy nem veszi fel a versenyt azért az eredeti felkonájában. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Ezúton szeretnék mindenkinek egészségben, eredményben, boldogságban, gazdag, boldog új évet kívánni. Én Varga Péter voltam, sziasztok! Jövőre találkozunk!